Drón, robot és ledes futó felirat. Egyedülálló módon nevéhez hűen adták át az országban az elsők között a digitális közösségi alkotóműhelyet a Nyíregyházi Szakképzési Centrumban. A 300 négyzetméteren kialakított közösségi és oktatási tér egyszerre ad lehetőséget a tanulásra, a kísérletezésre, valamint az egyedi ötletek megvalósítására. A saját centrumos tanulókon kívül várjuk az óvodásokat, általános iskolákat, de akár családokat is ebbe az alkotóműhelybe. Itt bárki megvalósíthatja az ötletét, és ugye itt szakmai segítséget kap felkészült kollégáktól, digitális gépeket. És azt gondolom, hogy a digitális kompetencia szerzése mellett, tehát hogy itt találkozik robotokkal, drónokkal, azon kívül a hagyományos szakmákat is megismerheti, hiszen itt van szabás varrásra lehetőség, van vagy fémmunkáló műhely, van faipari műhely. Játékkardot készítenek ennél a munkaasztalnál. Az alkotó műhelyben a modern digitális világ eszközei és a hagyományos szakmák munkafolyamatai ötvöződnek egy térben. Úgy működik, hogy ez a szár felmelegíti 200 fokra ezt a drótot, és az a hővel elvágja ezt a niketszert, megolvasztjuk tulajdonképpen. Egy olyan új tanulási tér ez a digitális alkotóműhely, ahol az oktatást, a szakképzést meg tudjuk újítani, ahol olyan új lehetséges oktatási formák tudnak elterjedni, amelyek eddig még nem voltak a szakképzésben. Fogalmazott a szakképzésért és felnőtt képzésért felelős helyettes államtitkár az átadón. Pölöskei Gáborné kiemelte, az országban egy éven belül 44 hasonló műhelyt hoznak létre. A helyettes államtitkár hozzátette, az alkotó műhely olyan készségek fejlesztésére kínál lehetőséget, melyek elengedhetetlenek a gazdasági fejlődés szempontjából. Csapatmunka, szervezés, a munkának a végig gondolása, a kreativitás előtérbe kerül, vagy akár a hibajavítás is. Mind olyan készség, amelyek gyakorlatilag a szakképzésnek a megújítását fogják jelenteni. Megújul formájában, megújul tartalmában, megújul módszertanában. Az alkotó műhelyben minden olyan eszköz megtalálható, ami szükséges lehet egy ötlet megvalósításához, így akár a robotkar, a hímzőgép vagy a lézervágó. A város polgármestere szerint a projektek megvalósítása során nem csak a mindennapi munkához szükséges készségek elsajátítása a fontos, hanem a közös alkotás öröme is. Nagyon sokat beszélünk, hallunk arról, hogy a digitális kompetenciák mai képzésben, a munkaerőpiacon milyen nagy fontossággal bírnak, és én azt gondolom, hogy ez az alkotóműhely nem csak ebben segíti az itt tanuló diákokat, hanem abban is, hogy egy közösségi csapatmunkában együtt tudnak létrehozni eredményeket, és részesei lehetnek egy közösségi kutatófejlesztő tevékenységnek is. Az alkotóműhely teret ad a centrumban zajló tehetséggondozás speciális munkafolyamatainak, de ugyanakkor mindenki számára nyitott. A tervek szerint pályaorientációs alkalmakat, családi programokat és vállalkozások bevonásával tematikus műhelynapokat rendeznek majd az alkotóműhelyben.